Támogatja az Oroszország elleni szankciókat a Jobbik elnöke. Gyöngyösi Márton szerint sem szabad orosz gázt és olajat venni, inkább alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. Mindez azért is érdekes, mert a Jobbik elnöke nem volt mindig ennyire orosz ellenes. Annak idején például helyeselte a Krím elcsatolását, Ukrajnából pedig kitiltották, mert megfigyelőként részt vett a Luhanszki és Donyecki választásokon. Szankciós politikát folytatunk Oroszországgal szemben, ami nagyon helyes. Teljes mellszélességgel támogatja Brüsszel szankcióit a Jobbik elnöke. Gyöngyösi Márton arról értekezett a Jobbik házi tévéjében, hogy még akkor is helyesek a szankciók, ha azok azzal járnak, hogy kevesebb energiahordozó érkezik Európába Oroszországból. Nagyon helyes. Abban is egyetért brüsszeli kollégáival a Jobbik elnöke, egyben EP képviselője, hogy nem szabad orosz energiahordozókat vásárolni még akkor sem, ha ezek hiánya miatt például a közintézményekben vagy üzlethelyiségekben korlátozni kell a fűtést. Szerinte inkább mindenkinek alkalmazkodnia kell. Teljesen egyértelmű, hogy alternatív forrásokat kell keresni, és a keresletet vissza kell fogni. Éppen ezért Németországban ez senkinek nem okoz meglepetést, amikor a kormány bejelenti azt, hogy például közintézményekben, meg nem tudom én, üzlethelyiségekben, meg itt-ott-amott hogyan kell alkalmazkodni ehhez az új helyzethez. Nem mindig volt ennyire szívélyes Brüsszellel és kritikus Oroszországgal szemben Gyöngyösi Márton. Sőt, alig 8 éve 2014-ben még sokkal elnézőbb volt, és az Oroszország által megszállt Krím félszigeten tartott népszavazásról azt mondta, Oroszország a saját kisebbségén segített, és a Jobbik a népek önrendelkezésének diadalaként értékeli a szavazást. Ráadásul a nyugat kétszínűségét is hangsúlyozta akkor Gyöngyösi Márton. Erről a Jobbikhoz köthető Alfahír számolt be évekkel ezelőtt. A Magyar Nemzet pedig korábban azt írta, Gyöngyösi Mártont ki is tiltották Ukrajnából, miután választási megfigyelőként részt vett a Donyeckben és Luhanszkban megtartott választáson, amit például mások mellett Berlin is alkotmányellenesnek tartott. Gyöngyösi Márton akkor társával Moszkvából utazott a térségbe. Ráadásul 2015-ben a kelet-ukrajnai konfliktusról úgy vélekedett, hogy azt az Egyesült Államok és a Nyugat provokálta ki. Hány olyan zsidó származású ember van? 2012-ben pedig még országgyűlési képviselőként arról beszélt a parlamentben, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket. De a Jobbik elnökének nem ez volt az egyetlen antiszemita akciója. Izraelt népirtással vádolta, illetve felszólalt a zsidó egyházak ellen is.